Üdvözlet, német Olivier vagyok, és a mai részben arról beszélünk, hogy hogyan is építsünk fel egy jó motivációs levelet. Valószínűleg motivációs levél téren még fogok több videót is csinálni, mert nem csak a felépítésről érdemes beszélni, hanem más dolgokról is. Meg egy kicsit kifejteni azt, hogy különböző szituációkban milyen típusú motivációs levelet érdemes írni. Hogyha erre van igény, akkor nyugodtan a kommentekben hagyjátok lent, de kezdjünk is bele. Most ahhoz, hogy motivációs levelet írjunk, kell először is egy pozíció, amire jelentkezünk, ahova ugye az önéletrajzunkat beküldtük, amit már egy korábbi videóban ugye el is mondtam, hogy hogyan tudtok jót készíteni. Úgyhogy én most így csak gyorsan összedobtam egy pozíciót és egy pár követelményt arról, hogy tulajdonképpen mire is jelentkezzünk. Előre bocsátom, az egész videóban egy kitalált szituációt fogok alkalmazni, nem én rólam szól a dolog, nem egy meglevő pozícióról, mindent kitaláltam, ha ez bármiféleképpen is egyezne a valósággal, akkor azért elnézést. Most jöjjenek az alap adatai annak a pozíciónak, amire jelentkezünk. A pozíció megnevezése Junior Business Analyst, és a követelményeket, amiket velünk szemben támasztanak, az megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettség, 2 vagy 4 éves releváns tapasztalat, kiváló elemző és kommunikációs készségek, ügyfélorientált gondolkodásmód, Microsoft Office felhasználói szintű tudás, magas szintű angol nyelvtudás, mind írásban, mind szóban. Azt tudom mondani, hogy a motivációs levélnek 3 fő része legyen, bevezetés, tárgyalás és befejezés. Ezt gondolom nagyon sokszor hallhattátok már, de ezt egy picit fejtsük ki jobban. A vezetésben természetesen a megszólítás után csak egy nagyon rövid összegzéssel kezd, hogy milyen pozícióra is jelentkezel, és hogy hol találkoztál szemben a hirdetésükkel. Mondjunk egy példát. Tisztelt Hölgyem, Uram! A LinkedIn megjelent Junior Business Analyst pozíciókra szeretnék jelentkezni. Eddig nem volt túl nehéz, mi? Most jön a neheze. Nos, a leveled nagy része erről fog szólni. 2 nagy fő része tudjuk bontani ezt a részt, ami az egyik közülük, hogy tulajdonképpen miért is tartod magadat alkalmasnak arra, hogy oda jelentkezz, és hogy miért akarsz oda menni. Nos, hogy miért akarsz oda menni, ezt érdemes előtte egy kutatással megelőzni, és utána nézni annak, hogy a cég mivel is foglalkozik, és hol helyezkedik el a munkapiacon, és eszerint valami kis finomságot beszúrni a levélbe, egy picit tudasd azt a másikkal, pontosabban ugye a HRS-sel, hogy jó az a hely, ahol ők dolgoznak, te szeretnél annak a része lenni, és tulajdonképpen megindokolni egy normális indoka, hogy miért is. Mondok egy példát. Választásom azért esett az önök cégére, mert informatikai szférában nemzetközi szinten is piacvezetőnek számít, és számomra különösen fontos, hogy szakmai tudásomat folyamatosan fejleszteni tudjam egy stabil, multinacionális környezetben, mint amilyen az az önöké is. Tudatod azt, hogy ismered a céljukat, egy picit fényezed őket, hogy tudják, hogy hol a helyük, és de ugyanakkor ne nyaljál. És persze ugye megindoklod egy normális indokkal, hogy miért is szeretnél te ott dolgozni, mert ugye fejlődni akarsz. Most az, hogy miért is vagy alkalmas a pozícióra, ilyenkor érdemes azt a sablont követned, amit ők ugye az álláshirdetésben meg is adnak a követelmények pont alatt. Természetesen ne kövesd ugyanazt a sorrendet, mert eléggé levágós, hanem így össze-vissza érintgesd meg azokat a témaköröket. Egyetemi tanulmányaim során, amit a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem, mérnök informatikus hallgatóként, átfogó ismeretekre tettem szert informatikai téren. Már a gimnáziumban megtanultam a Microsoft Office legfontosabb programjait, Word, Excel, PowerPoint, Excel, amiből LCDL bizonyítványt is szereztem, majd az egyetemen elmélyített tudásomat C++ programozást tanultam. Ez idő tehát közel kerültem a pénzügyi szektorhoz is, hiszen szakmai gyakorlatomat a vállalatnál végeztem, mint Business Analyst Trainee egészen 2017. szeptemberétől. A cégnél megtanultam kommunikálni mind az IT részlegen dolgozókkal, mind a pénzügyi részleggel is, így remekül belekóstolhattam a pozíció mi voltjába. Már gyakornokként létrehoztam egy olyan Excel fájlt, amit használva az ügyfél és a cég alkalmazottjai is sokkal gyorsabban készítették el riportjaikat, így hatékonyabbá tudtam tenni a munkafolyamatunkat. Az egyetem alatt letettem a középfokú angol nyelvvizsgát, amit az egyetemnál hasznosítani is tudtam, a rengeteg webkonferenciának köszönhetően, ahol különböző országok business analisztjeivel kellett hetente tárgyalnunk. Nagyjából valami ilyesmit kell elképzelni tárgyalás részre, szépen a pontokon végighaladva, azokat normális logikai sorrendben elhelyezed, és megmondod, hogy melyikre te miért vagy megfelelő. És ezek után jöhet az utolsó részünk.
igazából normálisan, kulturáltan lezárod az egészet, majd elköszönsz, mondjuk egy példát rá. Mindezen képességeim és korábbi munkatapasztalataim alapján úgy vélem, rendelkezem azon tudással és tapasztalattal, melyek a munkakör betöltéséhez szükségesek. Bízom benne, hogy lehetőségem nyílik egy személyes találkozás keretében is bemutatkozni önöknek. Üdvözlettel, Mézga Géza. Igazából ennyi lenne az, amit tudni kell arról, hogy hogyan írjunk motivációs levelet. Nyilván még beszéltünk arról, hogy a pályakezdők hogyan tudnak írni, hiszen nekik még nincs nagyon munkatapasztalatuk, amit el tudnának benne mesélni. Pályaváltásnál is érdekes lehet ez a levél, szóval bármilyen kérdéstek van, nyugodtan hagyjátok lent kommentben, és majd idővel megválaszoljuk őket, akár videós, akár komment formában. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, sziasztok!